Lőcze Tibor igazgató elmondta, a már hagyománynak tekinthető rendezvényen a tanulók sokféle tevékenység közül választhattak. A programok nagyon színesek, igazából ennek a diáknak már nagyon nagy hagyománya van. Valójában tavasszal szoktuk a tavaszi szünet előtt megrendezni, de most az időjárás sajnos ezt nem tette lehetővé, úgyhogy most az év vége felé csúszott egy kicsit. Nagyon kényelmesen vagyunk most így mi tanárok, mert a diákjaink nagyon kreatívak, és gyakorlatilag mi csak ilyen koordinációs és támogató szerepet töltünk be. Rengeteg színes program van, az új zenekarunk most fog debütálni, a diákzenekarunk, ezen kívül palacsintasütés, autós találkozó, különböző sportprogramok, szabadulószoba, ezek mind olyanok, amik a diákot szerettek volna, és ők állították össze. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az iskolának arra, hogy az intézmény melletti parkolót igénybe tudják venni, ahol egy autós találkozót szerveztek. Többféle gépjármű felsorakozott, volt, amelyet kézzel készítettek. Ezen felül volt kötélhúzás, focikupa, kutyás bemutató, valamint egy diákokból álló zenekar is debütált. Körülbelül egy olyan 3-4 hete alakultunk meg. Az volt a terv, hogy erre a diáknapra, de aztán utána tovább gondoltuk, szóval együtt is maradunk igazából utána. Az együttes sokféle zenei műfajt képvisel. Igazából mindenféle stílusból válogattunk. Van rock and roll, rock, metal, kicsit mulatósabb is van benne. Pintér Lili Élet az autizmussal címmel tartott előadást, betekintést engedve ezzel az életébe. Egy előadó vagyok, aki már harmadszorra jön előadást tartani ide az Apácaiba, így az autizmusról, amit az Outtalent 2023 nevű pályázat projekt keretein belül tudtunk megvalósítani, és az előadás célja az, hogy ezeket a sztereotípiákat, amik az autizmussal kapcsolatban felmerülnek, azokat így eltöröljük, és ezeket a saját történetemen, eredményeimen, álmai megvalósításával szemléltetem a fiataloknak, és motiválom őket arra, hogy éljenek az álmaikért, és ne adják fel. A kutyás bemutató alkalmával a helyi oktató tartott gyakorlati szemlét a diákoknak, ahol többek közt megnézhették, milyen képzésben vesznek részt a rendőri, illetve katonai szolgálatot végző ebek. Emellett többen részt vettek a főzőversenyen, voltak, akik csilisbabot készítettek, egy másik csapat bográcsában pedig pörkölt rotyogott. A remek hangulathoz nagyban hozzájárult az intézmény közösségépítő szerepvállalása is.